Thank you.
Köszöntöm Érmegye Jugovárosi edzőjét, dr. Fej Csaba urat, Nubula Tamás alezredes urat, az Érvi Rendőrkapitányság vezetőjét, valamint a jelenlévő képviselő hölgyeket és urakat. Továbbá köszöntöm Varga Ferenc Gábort, az 1956-os Magyar Nemzetőrség Érvi Alegységének parancsnokát. Köszöntöm az Érvi Egyházak képviselői, Hajdú Ferenc katolikus plébános, Tar Zoltán református lelkészt és Fóris Gyula Zsolt baptista lelkész urakat. Végül, de nem utolsó sorban pedig köszöntöm dr. Bősz Anett, főpolgármester helyett és azt mondtis köreimben. Köszöntöm továbbá a városunkban működő valamennyi intézmény munkatársait. Végül köszöntésem szól ezen ünnepi alkalom szeretőinek és természetesen minden kedves vendégnek, aki megtisztelte rendezvényünket jelenlétével. Ünnepi műsorunk kezdetén énekeljük el közösen a Harmónia Vegyeskar közreműködésével a Pinnusznak vezénye, Pincefi Adrián. Követően mai ünnepségünk nyitásaként felkérem dr. Aracki András országgyűlési képviselő urat, hossza meg a nyugodt valamelyik. Tisztelt polgármester úr, főtisztendő plébános úr, nagytiszteltő lelkész urak, kedves érdi ünneplők, kedves vendégeink, köszöntöm a mai napon kitüntetésre várókat, és köszöntöm Csőcs Patrik fiatalokat is. Aki a ma a Szent István király ünnepén katolikus templomba megy, azt az evangéliumi szakaszt hallja, amelyben Jézus figyelmezteti a bölcsember sziklán építi a házát. A homokra épülő házból, miért kitör a vihar, és rátámad, romhalmaz lesz. A bölcsember ház azonban állja a viharokat, mert sziklára épült. Szent István sziklára épült háza
keresztény Magyarország, a szikla pedig az ő rendíthetetlen és őszinte személyes keresztény hite. Tisztelt ünneplőjegyek! A 2000. évi első törvény szerint, ami Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szól, ez a törvény többek között így fogalmaz. 1000 évvel ezelőtt első királyunk Szent István megkoronázásával a magyar nép a keresztény hitben egyesült Európa népeivel. Azóta Magyarország a keresztény Európa szerves része, ez biztosította a magyarság fennmaradását és évszázadokon át betöltött meghatározó szerepét. Magyarország mai Szent István államalapító művén nyugszik, István király műve nyomán virágzó állam alakult ki a Kárpát-medencében. A magyar állam az évszázadok során feltartóztatva a nyugat elleni támadásokat hozzájárult a keresztény világ fejlődéséhez. Az eltelt 1000 év alatt kialakítottuk a magunk összetévezhetetlenül egyéni kultúráját, amely egyszeresként elválaszthatatlan része az európai nemzetek sokszínű közösségére. A magyar állam és a magyar nemzet Szent István látóki személyisége isteni gondviselésben bízó küldetéstudata és vasakarata révén vált alkalmassá arra a történelmi szerepre, amelyet 1000 éven keresztül betöltött. A keresztény hit felvétele és a keresztény állam képítése tette lehetővé, hogy a magyarság visszaverje a létére törő támadásokat, hogy ne csak győzelmeikben, de a hódoltságok, megszállások, feldarabolások és diktátumok idén is megőrizze erkölcsi tartását, és túlélje öröknek hitt hódító birodalmakat. A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő erekeként él a nemzet tudatában, és a magyar közjogi hagyományban. Az államalapítás 1000 éves évfordulója alkalmából Magyarország méltó helyre emeli a Szent Koronát, és a Nemzet Múzeumából a Nemzetet képviselő országgyűlés oltalma alá helyezik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a 8 gondolatkör alkotja ma is európai identitásunk alapját, mert ezek a valódi európai értékek megtestesítők. Kedves ünneplők! A házát sziklára építő király tehát tudatosan, erős kézzel szervezte meg a magyar államot, amely az ő 40 éves uralkodás alatt soha nem fogott hódító háborúba. A béke és a tevékeny építkezés embere volt. Fontos viszont, hogy az ország kialakuló és formáló határait szilárdan védelmezte a keleti és nyugati támadásokkal szemben egyaránt. Első királyunk Magyarországot egy új európai nagyhatalommá tette, amelynek szilárdságát és maradandóságát később Szent László király erősítette meg. Géza és István előtt a nyugati nyitás nem választás, hanem szükségszerűség volt, de ennek mikéntje volt a döntő. Míg ugyanis a korabeli cseh királyság a világuralom és az egyházszervezet szempontjából integrálódott a német birodalomba, a lengyel fejedelmek közül többen császári adófizetővé váltak, a kijevi rusz egyházszervezete pedig bizánci alárendeltségre működött, addig Magyarországon a nyugati nyitás stratégiája szuverén államot eredményezett. Kedves ünneplő barátaim! Vegyük azonban észre a legfontosabbat, Szent István mindenekelőtt a magyarság megtartásáról és védelméről kíván gondoskodni, és ezt tükröződött egyházpolitikájában is. A nyugati, azaz római kereszténységhez akarta csatolni az országot, hiszen odavalók voltunk már akkor is, de úgy, hogy nem feledkezünk meg arról, hogy honnan jöttünk, azaz keletről. Ezért Róma püspökétől, Szilveszter pápától kért koronát, de dinasztikus kapcsolatokon keresztül megteremtette a jó viszonyt a bizánci központú keleti kereszténységet is.
az értékre alapozva történhetett meg, hogy a 2000-es szent évben a bizánci egyház feje, Bartolomeusz pátriárka a Szent István bazilika előtt hirdette ki, hogy a magyarok első királyát az ortodox egyház is szentként ismeri el. Ilyesmire az 1054-es egyházszakadás óta nem volt példa. Az eredményes uralkodás alapjait a király tovább kívánt adni szent illető fiának, és a neki szánt intelmekben nem csak uralkodóknak, hanem mindenkinek, akinek közösségek, emberek, tömegei vannak bízva, megfontolatlanak ezeket az erélyeket is sorolta fel. Légy irgalmas, légy türelmes, légy erős, légy alázatos, légy mérsékletes, légy szerint, és légy becsületes. Barátaim, ezek azok az erények, Isten és emberi értékek, amelyek nélkül nem csak jó uralkodó vagy jó vezető, de értékes és becsülendő ember sem lehet senki. Ha ezekhez az erős és magát megtagadni képes jellem vasakarat meggyőződésében hit és valódi szeretet társul, az eredmény Szent Istvánhoz hasonlóan nem maradhat el. Még akkor sem, ha utód nélkül hal meg, hiszen tudta, a hitből fakadó remény áthidalja a mulandó földi gondokat. A király emberek kilátástalan helyzetben zseniális megoldást talál fiának, Fehérvár és Ilja fölött, az örök Isten és minden keresztény édesanyjára, Máriára bízva nemzetét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szent István tehát arra tanít bennünket, hogy építsünk mi is a sziklát. A keresztény hitből fakadó értékek, mint a hagyományos házasság és család, a gyermekek nevelése, a hazaszeretete, a magyarság védelme, az ezer éves örökségünk és kultúránk megőrzése és továbbadása továbbra is álljon életünk középpontjára. A könnyű út sosem volt. Merjük vállalni a nehezebb, esetleg több áldozatot követelő, de maradandó megoldásokat. Ne engedjünk a hamis békülékenységnek, a nemzetellenes és államista törekvéseknek. Segítsünk a rászorulókon, mint most is az ukrajnai menekülteken, de a juhok aklába ne engedjük be a farkasokat. Tisztelt ünneplő érdek! Mint már említettem, első királyunk a béke és az építés ember volt. Azt tud igazán békében élni és békét teremteni, akiben belül is béke lakik, és Szent István lelkében valóban Isten békéje jelentette az igazi sziklát. Ezekben a háborús hónapokban nekünk is a békére van a legnagyobb szükségünk. Ahhoz, hogy ezt elérjük, össze kell fognunk, és együtt kell dolgozni érte. Nem békeharcot hirdetünk, mint tették egykor bizonyos politikai vezetők, hanem azt, hogy a jelenlegi háborús konfliktus megoldására nem a fegyverkezés, hanem a béke a válasz. Idézet következik. A békével még nem veszett el soha semmi, de a háborúval minden elveszett. Kiáltotta az ételbe 12. Pius pápa 1939. augusztusának utolsó napjában. Ronald Reagan, egy amerikai elnök szerint pedig az a nép, amely szabadon választhat, mindig a békét választja. Tisztelt érdiek! Az egykor megálmodott, kereszténynek megálmodott Európai Unió mai vezetői példát vehetnének első királyunkról, mert Szent István a béke embere volt és sziklára épített. A magyarok nagyasszonyának, nemzetünk szentjének közbenjárása adjon erőt mindannyiunknak, megtalálni a sziklát, és mindent ráépíteni. Isten áldja érdet, Isten olyan hazánkat, Magyarországot. Köszönöm meg tisztelt figyelmet! Köszönöm országgyűlési képviselő úr szavait.
Most pedig felkérem dr. Csőzik László polgármester urat, mondja el a beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, képviselő urat, Lébános urat, nagy tiszteletű urakat. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hiszen ez a mai ünnep, ez nem csak egy állami, de valóban egy egyházi ünnep is. Itt összeér a két szervezet, ahogy összeért jó ezer évvel ezelőtt is. Köszöntöm megkülönböztetett tisztelettel a díjazottjainkat, a kitüntetjeinket, illetve az ő családjukat is, hiszen ez a mai nap róluk szól. És köszöntöm intézményvezetőket, köszöntöm képviselőtársaimat, polgárőrség jelen lévő képviselőt, valamennyi kedves megjelentet. És köszöntök még valakit, ne nevessenek ki. Köszöntöm az esőt. Mennyit vártunk rá. Épp ideje, hogy eljött. Eső nélkül nincs kenyér, és nincs élet. Úgy hiszem, hogy ennek is örvendeznünk kell a mai nap folyamán. Az a helyzet, hogy augusztus 20-a egy katonás fegyelmezett ünnep is valahol, mert nagyon pergő, nagyon határozott válaszokat ad a legfontosabb kérdésekre, és őszintén. Arról szól, hogy erősek vagyunk, és tudunk, valamint akarunk, képesek vagyunk modern államot létrehozni és igazgatni. Ez nem kevés szó. Nem is volt az az akkori Európában, és most sem az. Továbbá arról is szól, és itt is egyértelmű válaszok jönnek, hogy hová akarunk, hová kell tartoznunk, hová tartozunk. Európához tartozunk, a kereszténységhez tartozunk, a nyugati világhoz tartozunk. Augusztus 20 ezen kívül a hon megtartásának ünnepe is. Ez is, de a változása is, mert ne feledjük azt, hogy István kora, amikor elindult, a felfordulások kora volt, a nagy változások kora. Rengeteg változás történt. Először is vissza kellett verni a külső ellenséget a határoknál, nyugaton a németeket, keleten a besenyőket. Aztán békét kellett kötni az országban, a béke a háborúban fogant, majd ezt követően törvényes rendet kellett teremteni és létre kellett hozni a magyar államot. A magyar állam mellett pedig, ahogy említettem, az egyház szervezetét is. Megtéríteni a pogányokat, létrehozni a vármegyéket, a magyarokat végleg letelepíteni, megbüntetni a hatalmaskodókat, gondoskodni a szegényekről és megfékezni a túlkapásokat. István ezt így írja le Imre herceghez, fiához fűzött intézet intelmeiben. Légy irgalmas minden erőszakot elszenvedőhöz, és légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz is, akik nem férnek oda a hatalomhoz. István legfontosabb intelme talán nem is ez volt, hanem az, hogy soha se harcolj az igazság ellen. Hát már István is tudta azt, hogy hazugsággal nem lehet kormányozni. Hazugságokra nem épülhet ország. A hazugság csak haragot, szenvedést okoz és hoz. Európai látókörű uralkodó volt, ahogy édesapja is, Géza. Emlékezzünk meg Gézáról, éppen 1050 éve lett fejedelem, 972-ben. Kiegyezett Európa hatalmaival. Nézte az ország érdekét. És fiával együtt elérte, nem tűntünk el úgy, ahogy más nomádok itt a Kárpát-medence környékén, a hunok vagy az avarok. Erős, tartós államot építettünk be, később sikert sikerre halmozott. Kiegyezni Európával, élvezni az előnyeit, együtt küzdeni a bajok ellen, ez most is elemi érdekünk. 10-ből 8 magyar ma is az Európai Unió mellett teszi le a voksát, maradni akar, az uniót választja. Az egész kontinensen talán mi kötődünk legjobban hozzá. Ez a jelenünk, ez a sorsunk, és ez az esélyünk is, melyel élni kell, és tenni kell érte. Természetesen, okosan és szívvel. Nem hadakozni kell Európa ellen, hanem megegyezni vele az érdekeink szerint, úgy, hogy fejlődjön, épüljön országunk, nemzetünk. Hogy felhasználhassuk a nyugathoz való tartozás előnyeit. A magyarság megmaradása ugyanis 1000 évvel ezelőtt is a józan belátáson múlott elsősorban, és ma is ezen múlik. Aki folyton hátrafelé nyilaz, lehet a múltba révedni, az fejjel nekivágtat a falnak, hölgyeim és uraim. Említettem az esőt, összefügg azzal, hogy a változások korát éljük. Gondoljunk csak vissza az elmúlt évekre. Hihetetlen, mi minden történt. Nem élhetünk ma már úgy, ahogy 2 évvel ezelőtt éltünk, csak mondjuk. Sőt, tovább megyek, más szeptemberben sem élhetünk úgy tovább, ahogy például most élünk.
Kezdődött a világjárvánnyal, amely megrendített minket. Jött a szomszédháború, amely szétzúzta, ha nem is biztonságunkat, de biztonságérzetünket. Itt az aszály, amely sokunk megélhetését veszélyezteti. Az egekbe szaladó szökő energiaárak, a megduplázódó bolti árak. Be kell látni, nehéz idők jönnek, és most tényleg minden megváltozik, úgy gondolom. A környezetünk is radikálisan átalakul, az Alföld mások helyen sivatag, de nem kell messzi menni, az érdi gazdák is szenvednek, és panaszkodnak. Volt, aki azt mondta közülük, a fán sült meg a barack, kiszáradt a kukorica. És szinte, ha körbenézünk az országban, minden hétre jut egy-egy, most már kettő-kettő erdőtűz is. És ez alól sajnos mi sem vagyunk kivételek. Legutóbb itt tombolt a Kakukhegyen, aztán a Tárnoki út végére réten. Világos hát a feladat, hogy másként kell gondolkodnunk, máshogy kell cselekednünk. Át kell tekintenünk az egész világ folyását. A tagadás nem segít, a hazugság nem visz előre. Újra kell mindent gondolni az alapokról, ahogy Szent István tette annó. Mert ide tartozunk, itt kell mindent megoldanunk, együtt, egymásra támaszkodva. Jó érzés volt hallani a mai beszédet. Képviselő úrtól is nagyon örülök annak, hogy az érdiek össze tudnak tartani, egymást tudják segíteni, nem csak azért, mert magyarok vagyunk, mert Európa része vagyunk, hanem azért, mert a lakóhely, én vallom azt, hogy a család és a nemzet között egy olyan fontos egység, amely közösséget teremt. És az érdiség is úgy hiszem, hogy közösséget képes teremteni közöttünk, összeköt bennünket. Ez egy alap, amiből ki tudunk indulni. Jó időkben és rossz időkben is tudjuk segíteni egymást. Ezt soha-soha ne feledjük el, kedves barátaim. Augusztus 20-a iránytjelölő, iránykutató ünnep is egyúttal. Szól a szolidaritásról is. A református szuhafőn van egy szokás ilyenkor, hogy a falu népe süt egy nagy kenyeret a legszegényebb családnak a településen. A lisztet házról házra szedik össze, aki tud, adakozik, a falu összetart. Úgy gondolom, ez egy fantasztikus szimbólum, nagyon jó jelkép. És augusztus 20 szól a jogainkról is, hogy ki kell állni értük, hogy nem tűrhetünk el mindent. A történelem is ezt tanítja nekünk. A Habsburgok 49-ben leverték a szabadságharcot a behívott orosz hadsereggel együtt. Ezután nem lehetett ünnepelni augusztus 20-át, majd egy dekádon keresztül. 1860 volt az első olyan esztendő, amikor újra engedték ünnepelni ezt az ünnepet, mert István független magyar állam jelképe volt. Nemzeti tüntetés lett belőle 1860-ban, de akkor sem halogathatták sokáig a kiegyezést. 1867-ben ez megtörtént, és aztán soha nem látott fejlődés kora köszöntött be. Akkor is mi magunk, mi magyarok álltunk ki az elveinkért, és követeltük a választást a jövőnkért. Mert ilyen a nép hangja, és ekkora a szolidaritás ereje. Nincs az az elnyomó hatalom, amely megállhat előttet. És ennyiben nem csak Istvánok vagyunk, hölgyeim és uraim, hanem ahogy a rockopera szövege fogalmaz, koppány is bennünk él. Koppány valahol ott lakozik a szívünkben. A szabadságvágy, a régi korok iránti nosztalgia, az az elementáris szenvedély, az a szívből jövő érzelem, ami összeköt minket magyarokat, én úgy gondolom, hogy koppány szavaiban is ott van. Nemzeti ünnepünkön én ezt kívánom érdi polgártársainknak, hogy legyen erő a változáshoz, hogy legyen elszántság a bajban, hogy ugyanúgy, ahogy ma, tudjunk egymással szót érteni, hangot találni, hogy érezzük azt, hogy több minden köt minket össze, mint ami elválaszt, és hogy összetartozunk, legyen hitünk a sikerben, és az összetartás maradjon velünk mindvégig. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, hölgyeim és uraim! Polgármester úrnak is köszönöm szépen az ünnepi gondolatokat. Most pedig városunk hagyományihoz hívem, az egyház képviselői megáldják ünnepünk jelképét, a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret. Először is felkérem Hajdú Ferenc katolikus plébános urat az új kenyér megszentelésére és megáldására.
vásárló képviselő úr, hölgyeim és uraim! Néhány héttel ezelőtt a polgármesteri hivatal egyik munkatársa felhívott, hogy a kenyér szentelésre szóló invitálásra nem reagáltam. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy a e-mailnek a mellékletében szerepelt polgármester úrnak a felkíró levele, és az a levelező program, amit használok, ő úgy ítélte meg, hogy ez valószínű spam, és szépen berakta abba a mappába. Úgyhogy elgondolkodtam ezen, hogy tőlünk teljesen független algoritmusok határozzák meg, hogy milyen üzenetek érkeznek el hozzánk, és mik ezek, amikről úgy gondolják, hogy jobb, hogyha távol maradunk, ha nem jelennek meg. És aztán ez többször eszembe jutott a kenyérszenteléssel kapcsolatban, és itt az ünnepség előtt többen kijöttek, lefényképezték ezt a nemzeti szallaggal átszőtt, átkötött kenyeret, és valahogy eszembe jutott, hogy vajon hány ember spam fiókjába kerül ennek a kenyérnek az üzenete. Hogy ez augusztus 20-a Szent Istvánnak köszönhetően nemzeti színű szallaggal van átkötve, ami a magyar államiságot jelenti. Tudjuk jól, a történelem folyamán, Istvánt megelőzően, és már Gézával elkezdődik ez a folyamat, a magyaroknak volt mindaz, amit a kenyér jelképez, volt valamiféle megélhetésük, de az nem nemzeti színű szallaggal volt átkötve, az a fajta megélhetés sokkal inkább a kalandozásokból fakadt mások munkájának a gyümölcsét próbálták megszerezni. Nagyon tanúságos, kérem, ha esetleg valaki Bajorországba jár, átkötünk be, mely a bajor államiságnak nagyon fontos helyszíne, legelső bajor király fejedelemként ott keresztelkedett meg az ősi kis kápolnába. Na most kérem, ez a kápolna azért nincs meg, ma magyarok rombolták le. Még a kalandozások korában. Tehát hosszú időn keresztül az a gondolat fogalmazódott meg, hogy igen, szükség van mindarra, amit a kenyér jelképez, de hát az nem nemzeti színű, az talán valamiféle másfajta munkának a gyümölcse, és nekünk azt csak meg kell szereznünk, és akkor biztosítva van a jövőnk. Szent Istvánnak köszönhetjük, hogy a kenyér, amit eszünk, azt átköthetjük jó lelkiismerettel, nemzeti színű szallaggal. Ő volt az, aki gondoskodott mindarról, amit a kenyér jelképez, és Szent István volt az, aki tudta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem szüksége van arra, aki önmagáról azt mondta, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. A názáreti Jézus. Ez az ő személyes éhsége volt. Éhezett erre a kenyérre, a mennyből alászállott kenyérre. És éppen ez a kenyér volt az, a mennyből alászállott kenyér, amely neki erőt és lehetőséget adott arra, hogy biztosítsa azokat a kereteket, amely által jó lélekkel tudjuk nemzeti színű szallaggal átkötni a kenyerünket. És hogyha ezt tovább gondoljuk, hogy mit is jelent a nemzeti színnel átkötött kenyér, milyen kötődést jelent, ahogy polgármester úr említette, itt egy lakóhelyhez való kötődés, egy kenyér ízéhez való kötődés. Ahogy nagyon sok szólásunk ezt kifejezi, amikor azt mondja, aki közel áll hozzám, azzal megosztom a kenyeremet. És hogyha valami konfliktus van köztünk, akkor mit mondunk? Kenyértörésre kerül a sor. És mennyire fontos, hogy az a kenyér, amelyet akár szimbolikusan, akár valóságosan birtokolunk és megáldunk, ez a kenyér, ez mindig a sajátunk legyen. Döbbenetes sokszor olvasni a különböző médiákban,
szociális médiákban, amikor beszámolnak arról, hogy Európa egyik másik részén mennyivel többet lehet keresni, mennyivel jobban lehet élni, mennyivel gondtalanabb az életük. És akkor nekem mindig ez két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy vajon Dobónak, Dobó Istvánnak, az egri várvédőnek, vajon Bécsbe nem fizettek volna többet? És mindazok, akik a magyar szabadságért harcoltak, azok másut nem jártak volna sokkal jobban, hogyha azt mondják, hagyom a pitty fenébe az egészet, és inkább azt nézem, hogy én hol tudok jobban élni. A másik ilyen személyes tapasztalat, hogy jó néhány ismerősöm van, élként Nyugat-Európában, és legutóbb, akivel találkoztam, visszajött Magyarországra. Nem véglegesen, kettős állampolgár, de kint él, de amikor a kisgyereke beteg volt, pedig a leggazdagabb Hessen tartományban lakik, a gyerekének a gyógykezelésére azt mondta, hogy itt Magyarországon sokkal nagyobb esély van, sokkal gyorsabban tud megtörténni, mint hogyha ott kint Németországba teszi ezt. Szóval ameddig megy a szekér, addig valóban lehet azt gondolni, hogy mennyivel jobban lehet kint élni. De amikor baj van, akkor kiderül, hogy az ember mégiscsak itt tudja saját magát és szeretteit is biztonságban. Ahogy egy másik mondásunk fogalmazza, itt van biztos kenyere. Itt van mindaz, amire szüksége van az élethez. És mi hisszük, hogy igaz ez a földi kenyérre, és igaz ez a mennyből alászállott kenyérre is. És hogy ezek a táplálékaink mindig meglegyenek, ezekkel a gondolatokkal áldom most meg az itt kihelyezett kenyeret. Dicsőítünk téged, Atyánk Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret, és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fővédő szentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljünk, aki hétről hétre megtöröd és szétosztott közöttünk az Eucharisztia égi kenyerét, kérünk áld meg és szenteld meg ezt a táplálékot, és taníts minket arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízelhessék az igazi testvéri szeretet ízét, szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Felkérem Tar Zoltán református lelkész urat, ossza meg az ünneppel kapcsolatos gondolatait, illetve mondjon áldást az alkalomból. Köszönöm szépen, így pontos valóban a reformátusok igei gondolatot mondanak, és az aktuális ünnepre érkezőket áldják meg. János evangéliumából szól ma hozzánk Isten igéje 6. fejezetből. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Amen. Thomas Mann írja, vannak feltételes jellegű kezdetek, melyek bizonyos közösség, néptörzs vagy hitcsalád külön hagyományának ős kezdetét jelentik.
A mi keresztény államunknak ez az ős kezdete Szent Istvánhoz, az ő uralkodásához és 1083. augusztus 20-ai szenté avatásához kötődik. 1000 év államalkotó közössége, mely évről évre összehív bennünket, összegyűjti a magyarokat. Minden kor valahogyan viszonyul ehhez az ünnephez, hozzátesz vagy elvesz. A kenyér áldása, szétosztása a közösséget segít jobban megélni, valamint a hálát gondviselő Istenünk felé. A mi esetünkben idén például azt, hogy háborús környezetben, aszály ellenére is van kenyerünk, és megoszthatjuk másokkal. Jézus azonban még ennél is többről beszél. Néhány verssel később azt mondja, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Önmagát szentelte oda, és osztotta szét közöttünk. Ezt éljük és ünnepeljük az úrvacsorában, katolikus testvéreink a szent áldozásban. Közösség és hála. Jézus Krisztus felemeli a tekintetünket a fizikai kenyértől, bár fontos az is, és ő gondoskodik arról is, mégis fölemel bennünket is hív, hogy az örök értékeket és az örök eledelt vegyük magunkhoz, magát, Krisztust. Isten legnagyobb ajándéka ugyanis az embernek önmaga megosztása. Az, hogy Jézusban közösséget teremt önmagával, hogy életünket kiemeli a mulandó dolgok utáni futkosásból, és örök életre megmaradó életet ad, az élet kenyerét. Amikor majd az asztalunkra kerül a fizikai kenyér, és talán hálát is adunk egy fohászban érte, juttassa eszünkbe az a kenyér Jézus szavait. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért. Áldott és gazdag életünk akkor lesz, ha Isten igéje, szava naponként táplál bennünket, vezet minket, és mindenek előtt közösségünk lesz a lélek által, a mi atyánkkal. Így tehát áldjon meg benneteket, atyánk Istenünk, a fizikai szükségeken felül megtalált, örök életre megmaradó eledellel. Amen. Végül, de nem utolsó sorban pedig felkérem Fóris Gyula Zsolt baptista lelkész urat, ossza meg az ünneppel kapcsolatos gondolatait, és mondjon szintén áldást. Nagy szeretettel köszöntöm az ünneplő közösséget. Isten igéjét János evangéliuma 5. részéből olvasom. Így hangzik. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Fülöp így válaszolt neki, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítvány András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Nagy sokaság, 5 árpa kenyér, 2 hal. Az elkövetkező időben kérdés, hogy mennyi lesz a kenyerünk. Mi az, amit
ki tudunk osztani. Reális volt, Fülöp azt mondta, hogy 200 dénár áru sem lenne elég nekik. Szent István arra bátorítja fiát, hogy légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul, mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhez, őriz szívedben mindig az isteni intést, irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Első királyunk, Isten igére támaszkodva mondja azt, hogy legyünk irgalmasok. És azt gondolom, hogy fel kell készülnünk az előttünk álló időre, hogy tudjunk irgalmasságot gyakorolni azokhoz, akik, azok iránt, akik hozzánk fordulnak. Hogy ha kicsit kevesebb a kenyerünk, akkor merjük odaadni. Nagy bátorság lehetett attól a fiútól, attól a gyerektől azt, amilyen volt, odaadni. És eközben Jézus vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta. És 5000 férfi, azt mondják a hozzáértők, hogy talán 10000-en is lehettek ott együtt, abból az 5 kenyérből is 2 halból jól laktak. Hogyha merünk irgalmasok lenni, hogyha merünk adni. És ha már ilyen szépen együtt vagyunk valamennyien, ha mindannyian összefogunk, az állam, a város, az egyház, a civil szervezetek, mindenki, akinek van egy kevese, és odaadjuk a közösbe az jövőben, hogy irgalmasságot tudjunk gyakorolni. Hogy mindenkinek meglegyen a mindennapi kenyere. Hogy a szeretet gazdagodjon bennünk azáltal, hogy adunk, mert így tudunk gazdagok lenni. Isten segítsen bennünket abban, hogy valamennyien gyakoroljuk az irgalmasságot. Most pedig mindenki a saját gyakorlata, hite szerint akár bekapcsolódhat a közös imádságba, az Úrtól tanult imádságba. Tegyük ezt akár állva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves vendégeink, a városi díjak és kitüntetésének átadása előtt tartunk egy kis szünetet. A Fürelis kávéház jóvoltából fogyasszanak egy kis pogácsát, kávét és egyéb frissítőket, váljék kedves egészségükre. A kávészünetünk alatt pedig a kis hangszerbolt zenei játéka szórakoztat bennünket. Körülbelül 20 perc múlva folytatódik az ünnepi műsor.
Thank you.
Kedves vendégeink, kis szünetünk a végéhez közelít. Köszönöm szépen Kis László és Kisné Matkó Gabriella közreműködését. Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, és hamarosan folytatódik a rendezvény. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves díjazottak, kedves érdiek! Érden, ahogy ezt az imént is megtapasztalhattuk, nagyon sok szép megemlékezést tartunk. Ünnepeinkről, évfordulóinkról, a fontosabb történelmi, kulturális eseményekről igyekszünk méltó módon gondoskodni. Nehéz az összehasonlítás, de városi díjaink átadása a legszebbek közé tartozik. Minden évben ugyanis azokat a személyeket és közösségeket díjazzuk, akik és amelyek jobbá, teljesebbé, biztonságosabbá és szerethetőbbé teszik Érdet. Kiemelkedően hasznos, városunk belső összetartását megszilárdító, Érdet az országvilág színe előtt büszkén megmutató egyéniségeket és életműveket ismerünk el. Városunk legrangosabb elismeréseinek idei nyertesei mind olyanok, akikre felnézhetünk, és akik a maguk területén pedig maradandót alkottak. Következzenek tehát Érd idei városi díjai és az azokat kiérdemlők. Az Érd köznevelésért díj azoknak a személyeknek és alkotó pedagógus közösségeknek adományozható, akik kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai és intézeti oktató nevelőmunka és tehetséggondozás területén, illetve magasfokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában. A közgyűlés az Érd köznevelésért díjat idén három kiváló pedagógusnak ítélte oda. Agócs Erikának, a Harkány tagovoda vezetőjének, Szijjártóné Somogyi Mónikának, az Érdligeti általános iskola vezetőjének, és Versics Líviának, az Érdi Vörösmarty Mihály gimnázium tanárának. Kérem, hogy hallgassák meg a díjazottak laudációját. Agócs Erika neve az elmúlt 39 évben összeforrt a Harkány tagovodával. Érdre 1983-ban érkezett, és mivel szakmaszeretete és elkötelezettsége már akkor kimagasló volt, 3 évvel később, 23 évesen átvette a tagovoda vezetését. Megbízatását az elmúlt 36 évben mindvégig lelkiismeretesen és igen magas színvonalon végezte. Az óvodát az együttműködés, a segítőkészség és a gyerekek érdekeit maximálisan szem előtt tartó pedagógiai elvek szerint vezeti.
irányítása alatt készült el az óvoda egyéni arculata és módszertani segédanyaga, amely a néphagyományőrzésre és környezetünk védelmére épül. Ezek az elvek tükröződnek az óvoda külső és belső tereiben is, amelyet kiemelkedő esztétikai érzékkel és gyermekközpontúsággal hozott létre az óvoda kollektívája. Nevelő munkája során Agócs Erika mindig a gyermekek egyéni képességeit veszi figyelembe, az óvodában hangsúlyos a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség. Kiemelten fontos számára a gyermekek egész személyiségének kibontakoztatása, megismerése, megértése, elfogadása, valamint a folyamatos segítségnyújtás képességeik felfedezésére. Az évtizedek során megszerzett tapasztalata és tudása, kimagasló szervezőképessége, probléma megoldása biztosítja a vezetői munkája sikerét, pozitív személyisége, a pálya iránti hivatástudata, a gyermekek szeretete meghatározza az óvoda hangulatát, amelyet sikerült újra megteremteni a tagóvoda új, tágasabb épületében is. Generációk repültek ki a szárnyai alól, már évek óta a korábbi óvodásainak gyerekei járnak hozzá, akik szüleikkel és nagyszüleikkel együtt mind a Harkályosok közösségének megbecsült tagjai. Tapsoljuk meg még egyszer Agócs Erikát! Az ért köznevelésért díj másik kitüntetettje idén Szijjártóné Somogyi Mónika, az Érligeti Általános Iskola vezetője. Szijjártóné Somogyi Mónika 1989-ben pályakezdőként az érdi 9-es számú általános iskolában helyezkedett el. Az iskola névfelvétele után a Hunyadi Mátyás általános iskolában tanított, a 2011-ben bekövetkezett iskola összevonásig. A jogutód Érligeti Általános Iskola pedagógusaként, később intézményvezető helyetteseként, tavaly augusztus óta pedig intézmény vezetőjeként folytatta pályáját. A kezdetektől hű első és egyetlen iskolájához, munkahelyéhez, amelynek egykor a diákja is volt. Pedagógus életpályája kiemelkedő tanítóként és vezetőként egyaránt. Az angol nyelv oktatását magas szakmai színvonalon műveli, munkáját odaadással és pontosan végzi. Szorosan együttműködik a tanulók, a szülők és a pedagógusok közösségével, illetve munkatársaival. Vitathatatlanok az érdemei az iskola jó hírnevének megerősítésében. Vezetői tevékenysége, nevelő oktató munkája, a tanulók harmonikus személyiségformálása példamutató az általa vezetett iskolában. Mindezek alapján Szijjártóné Somogyi Mónika az ért köznevelésért díj egyik nyertese. Még egy tapsot kérünk, köszönjük szépen! Az ért köznevelésért díj idei következő kitüntetettje Versics Lívia középiskolai tanár. Versics Lívia 1989 óta hajdani iskolája az érdi Vörös Marti Mihály gimnázium tanára. Pályafutása alatt 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályok osztályfőnökeként oktatta és segítette a rábízott diákokat. Éveken át szervezte a gimnázium komplex környezeti táborát. Tanítványai rendszeresen kimagasló eredményeket érnek el a megyei és országos kémia versenyeken. Felkérésre részt vette a tantárgy országos képzési anyagának és tantervének kidolgozásában is. Mesterpedagógusként és kiváló szakemberként számos díjban és elismerésben részesült, többek között 2012-ben a gimnázium nevelőtestületének tagjaként az ért köznevelésért díjat is elnyerte. Nagyon fontos tevékenysége a mentortanári feladatok ellátása, és segíti kezdő pedagógus kollégáit, valamint az iskola vezetés munkáját. Ápolja a gimnázium felsőoktatási kapcsolatait, részt vesz az egyetemi tanárképzésben, odaadással mentorálja a kémia szakos tanárjelölteket. A saját és pedagógus társai szakmai fejlődéséért felelősséget vállaló, elkötelezett tanár, aki tudását megosztja és tanítványai kollégái útját egyaránt egyengeti. Nagyszerű szakmai életútja, emberi és szakmai kvalitásai alapján Versics Lívia az ért köznevelésért díj megérdemelt nyertese. Tapsot kérünk neki! Felkérem Csőzik László polgármester urat a díj átadására, illetve a díjazottakat pedig az átvételére, majd kérem, hogy megörökítendő, írják be nevüket Érdváros krónikájába. És akkor megkérem, hogy Agócs Erika, Szijjártóné Somogyi Mónika és Versics Lívia fáradjanak ki ide.
Mindhárom díjazottnak még egyszer gratulálunk, és további sikereket kívánunk munkájukhoz. Az Érd egészségügyiért díj adományozható a város egészségügyi ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet végző orvosnak, gyógyszerésznek, ápoló és kisegítő személyzetnek. Ezúttal az Érd egészségügyiért díjjal 2022-ben dr. Jánosi Mihály házi gyermekorvos munkáját ismerte el városunk. Gratulálunk neki! Dr. Jánosi Mihály az orvosi diplomáját a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem gyermekgyógyászati karán 1982-ben szerezte meg, csecsemő és gyermekgyógyászatból pedig 1992-ben tett szakvizsgát. Gyermekorvosi tevékenységét a Bemtéri rendelőben kezdte, jelenleg a Bajcsy-Zsilinszky úti rendelőben dolgozik. Munkáját a szó legnemesebb értelmében hivatásnak tekinti, köztiszteletben áll, a hozzáforduló családok kedvelik hozzáértéséért és személyiségéért. Jól kommunikál, türelmes, közvetlen stílusú orvos, aki a felmerült problémákat mindig igyekszik megoldani, és kis páciensei, valamint a családtagjaik bizalmát és elégedettségét elnyerni. Sok éves kiváló teljesítményével, színvonalas gyógyító munkájával sokat tett Érd megyejoguváros egészségügyének fejlődéséért, a gyermekek egészségért és gyógyításáért. Mindezek miatt dr. Jánosi Mihály egyértelműen méltó az Érd egészségügyiért díjra. Gratulálunk még egyszer, és felkérem Csőzik László polgármester urat, illetve dr. Jánosi Mihályt pedig, hogy vegye át a díjat. Doktor úrnak még egyszer köszönjük szépen a gyermekek és egészségért végzett munkáját, és még egyszer gratulálunk. Az Érdi Közszolgálati Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város közéletében köztisztviselői vagy közalkalmazotti szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, és ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők körében. Az idei évben Kartikné Szilágyi Enikő, a polgármesteri hivatal csoportvezetője, illetve Szarka Gábor, az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény műszaki ágazatvezetője nyerte el az elismerést. Kérem, hogy hallgassák meg a két laudációt. Kartikné Szilágyi Enikő a hivatal legnagyobb létszámú és iratforgalmú csoportjának a vezetője. A ranglétrát végigjárva 2008 óta fáradhatatlanul vezeti, irányítja az adócsoportot. Az Érdi polgármesteri hivatalban 1996. novemberében ügyintézőként kezdett dolgozni. Munkája során a várost és annak ügyes-bajos dolgait alaposan megismerte. A munka és a család mellett a szakmai fejlődésre is szakított időt, a Budapesti Corvinus Egyetem igazgatás-szervezési szakán szerzett diplomát. Alapító tagja a Megyejogú Városok Adókollégiumának. Munkáját lelkiismeretesen, körültekintően végzi. A jogszabályi változásokat folyamatosan nyomon követi. Kollégáinak nem pusztán a főnöke, aki a precíz, hatékony munkát példaként mutatja és elvárja, hanem a magánéleti problémák megértő és segítő bizalmasa is. A hivatal munkatársai mindig számíthatnak az ő emberi és szakmai támogatására.
Városunk sokat köszönhet Kartikné Szilágyi Enikőnek, ezért nyert el az érdi közszolgálati díjat. Tapsoljuk meg még egyszer! Az érdi közszolgálati díj másik kitüntetettje Szarka Gábor, az érdi közterület fenntartó intézmény műszaki ágazatvezetője. Szarka Gábor 17 éve 2005-ben csatlakozott az intézmény akkori elődjéhez, miután közlekedési építői, valamint útépítői technikusi végzettséget szerzett. Közvetlenül iskolai tanulmányai után gyakornokként kezdett dolgozni, majd később úgy döntött, itt marad. Az évek során ő is végigjárta a ranglétrát, dolgozott munkavezető, nehézgépkezelő, részlegvezető beosztásokban. Vezetői megbízást először 2016-ban kapott, majd 2021-től az EKFI műszaki ágazat vezetője lett. Műszaki ismereteit folyamatosan fejlesztette és bővítette. Ért szinte minden részletét és fizikai adottságát megismerte, az utcákat, a tereket, hidat és alagutat, a régit és az újat is. Jelen volt az elmúlt időszak valamennyi jelentősebb felújításánál és építkezésénél. Munkatársai szinte kivétel nélkül szeretik és elismerik, beosztottjai felnéznek rá, vezetői felkészült, hozzáértő és tisztességes embernek tartják. Olyan embernek, aki valóban Érd városának él és dolgozik, reggel és este, télen és nyáron, hétvégén és ünnepnapon egyaránt. Az az ember ő, akire Érd mindig is számíthatott, és minden bizonnyal számíthat majd a jövőben is. Érdemei elismeréseként így Szarka Gáboré, az érdi közszolgálati díj. Még egyszer gratulálunk! Felkérem Csőzik László polgármester urat, hogy adja át a díjakat a kitüntetetteknek, Kartikné Szilágyi Enikőnek és Szarka Gábornak. Gratulálunk mindkettőjüknek, és még egyszer köszönjük a városért tett erőfeszítéseket. Az év családja díj annak az érden élő családnak adományozható, amelynek tagjai mindennapi életükkel, munkálkodásukkal, gyermekeik nevelésével, tanítatásával, családtagjaik gondozásával, közéleti szerepvállalásukkal is példaként állíthatók a város közösség elé. Idén a díjat kapja Barakonyi Tóth Viktória és Hegymegi Barakonyi Bálint családja. Gratulálunk nekik! Viktória és Bálint munkájuk mellett mindketten a helyi civil kezdeményezések lelkes szervezői és résztvevői, az Érdi Környezetvédő és Város Szépítő Egyesület tagjai. Két kislányuk nevelése mellett találkozhatunk velük minden szemétszedő akción, a legtöbbször csapatok szervezőjeként is. Viktória nélkül alig, ha lenne ennyire sikeres az Érd körbe, Bálintnak pedig egyebek mellett a légszennyezettség mérő készülékek kihelyezését és üzembe helyezését köszönhetjük. Sokat tesznek a kerékpáros közlekedés népszerűsítéséért, illetve a Darukezelő utcai klímabarát park kialakításáért. Viktória korábban a művelődési ház munkatársaként a városi rendezvények, a kulturális élet szervezéséből is alaposan kivette a részét. Az Érd családja díj idei kitüntetettje a példamutató és igen lelkes Barakonyi család. Gratulálunk! És felkérem Csőzik László polgármester urat, hogy a díjazottaknak adja át az elismerést, illetve a kitüntetést.
Még egyszer gratulálunk a családnak az elismeréshez. Az érdi sportdíj adományozható a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért vagy nemzetközi sport teljesítményért azoknak a személyeknek vagy csapatoknak, akik a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal is példaként állíthatók a város közösség elé. Az érdi sportdíjat idén Sóber János nyugalmazott testnevelő tanár és aktív kézilabdaedző kapja. Gratulálunk! Sóber János nyugdíjazásáig az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola és Sportiskola testnevelőjeként dolgozott városunkban. Az Érdi Sport Kft.-nél a tanítás mellett először amatőr csapattal kezdett el foglalkozni. Hamar tanújelét adta a benne rejlő tehetségnek, és a 2019-ben induló kézilabdás sportosztály tanítása mellett edzői szerepkört is vállalt. Különös hangsúlyt fektet arra, hogy a rábízott korosztály minél több játékos gyakorlattal ismerkedjen meg, amelyek a fizikai, technikai képzés mellett segíti a kognitív képességeik fejlesztését is. Legalább ilyen hangsúlyt fektet, szorgalmasak és fegyelmezettek legyenek. Nem csak a gyerekekkel, hanem tanítványainak szüleivel is jó kapcsolatot ápol, élvezi szeretetüket, és az edző kollégák elismerését is kivívta szakmai tevékenységével. Számos diákolimpián vezette sikerre iskolai csapatait, valamint példaértékű munkát végez a klubnál. A különleges módszertani elemek alkalmazásának köszönhetően sportolóinak technikai tudása magasan meghaladja a korosztályukra jellemző szintet. A gyermekbajnokságban nincs jegyzett tabella, de eredményeik így is magukért beszélnek. Sóber János nagy odaadással, szeretettel tanítja edzi tanítványait. Munkája pedig jó alapot ad arra, hogy sok kisdiák egyszer megbecsült tagja lehessen a felnőtt NB1-es kézilabda csapatnak. Az érdi sportdíj idei díjazottja tehát Sóber János, gratulálunk neki még egyszer. És felkérem Csőzik László polgármester urat, hogy Sóber Jánosnak adja át az érdi sportdíjat. Még egyszer gratulálunk Sóber Jánosnak, illetve minden díjazottnak, és további sok sikert kívánunk mindannyiuknak. És kérem, hogy befejezésként pedig közösen énekeljük el a szózatot a Harmónia Vegyeskar közreműködésével. Oh.
Mai programunk méltó lezárásaként pedig engedjék meg, hogy megvendégeljük Önöket egy kis süteménnyel a Pántya cukrászda jóvoltából. Tisztelettel megköszönöm mindannyiuk részvételét a mai ünnepségünkön, szeretettel gratulálok még egyszer a kitüntetetteknek, köszönöm a közreműködést minden kedves résztvevőnek, fogyasszák egészséggel az ünnepi süteményeket, és további szép napot kívánok mindannyiuknak, a viszontlátásra!